Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Abban az időben Jézus beszélni kezdett a zsinagógában. Ma beteljesedett az írás, melyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez, kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket mind hallottunk, Kafarnaumba végbe vittél, tedd meg a hazádban is, majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egy proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult. Úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Szareptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is, sok leprás élt Izraelben, és egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek, felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városok épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Kedves testvérek, kedves tévénézők, miért nem is akarják elfogadni a názáretiek Jézus Krisztust? Miért nem akarják elismerni? Elsősorban azért, mert nem tudják, hogy honnan van a tudása, honnan van a csodatévő ereje. Nem tudnak arról, hogy járt volna iskolába, az írástudók iskolájába. De Jézus hivatkozik válaszul azokra az adományokra, amelyeket Isten oszt szét. Ő teljesen szabadon ossza szét az ajándékait, adományait, senkinek nincs lekötelezve, vagy meghatározva, hogy kinek kell adnia. Sőt, miért bőszülnek föl a zsidók? Elsősorban azért, mert rámutat arra, hogy sokszor Isten a pogányokkal éreztette meg az ő szeretetét és az ő jóságát. Tehát ez az, ami azt jelentette a zsidók számára, hogy a pogányokat eléjük helyezte. De az igazság ott van, hogy az igazi messiás elismerése nem volt olyan könnyű. Tehát Jézusnak is meg kellett küzdenie. Kedves testvérek, mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és mindannyiunknak meg kell küzdeni, hogy az embertársaink is ráébredjenek, hogy ők is Isten gyermekei. Amen.